Előzetes letartóztatásban helyeztek három személyt a Marosbárdosi Gondozási Központ ügyében. Az egyik érintett egy rendőr, akit közben felfüggesztettek állásából. Gyorsan intézkedtek a hatóságok a Marosbárdosi Központban csütörtökön feltárt súlyos visszaélések ügyében. A Maros Megyei Bíróság vasárnapra virradóra elfogadta a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség erre vonatkozó indítványát, és 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a Maros Megyei Remin Egyesület által működtetett központ ügyében szombaton őrizetbe vett három vádlottat. Az egyesület elnökét, a szociális létesítmény ügyintézőjét, illetve egyik alkalmazottját. Közben az is kiderült, az egyik letartóztatott egy rendőr, akivel kapcsolatban a Maros megyei rendőrség közölte, hogy az eset nyomán felfüggesztették állásából. A másik letartóztatott személy a rendőr anyja, aki a központ igazgatója. A harmadik a Marosvásárhelyi börtön egyik alkalmazottja, aki bérbeadta az egyesületnek az épületet. Az ügyben szervezett bűnözői csoport létrehozása és emberkereskedelem büntettének elkövetése miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint a gyanúsított a 2020-ban emberkereskedelemre szakosodott bűnszervezetet hoztak létre. Idős vagy fogyatékkal élő személyek kizsákmányolásából jutottak anyagi haszonhoz úgy, hogy az egyesület pénzösszegeket kapott a szociális felügyelettől vagy a hozzátartozók az áldozatok szakszerű ellátásáért. A pénzjavát a bűnszervezet saját céljaira használta fel. Az ügyészek szerint az egyesület által működtetett intézményekben elhelyezett idős vagy fogyatékkal élő személyek embertelen és megalázó bánásmódban részesültek. Mint arról beszámoltunk, a Marosbárdosi Gondozási Központban történt súlyos visszaéléseket a jogi forrás központ tárta fel.